Eltörölnék az óraátállítást a megkérdezett kanizsaiak. Az Európai Bizottság már 2018-ban napirendre tűzte a megszüntetését, de végleges döntést még nem hoztak. A nyári időszámítást a 20. század elején vezették be energiatakarékossági okokból, azonban azóta sincs egyetértés abban, hogy előnyöse az egészségre gyakorolt negatív hatásai ellenére. A helyiek többsége úgy véli, a téli időszámítás lenne előnyösebb. Hagyják úgy, ahogy az természetesen van. Mit kell bevariálni? Mondjuk nekem már mindegy, mert nyugdíjas vagyok, de azért a gyerekeknek mondjuk nem. Meg aki dolgozni megy, annak se. És mit gondol, akinek a szervezete érzékeny erre, ő ezt hogyan éli meg? Hát biztos, hogy megterhelő. Át kell állni egy teljesen más bioritmusra. És melyiket tartaná előnyösebbnek, a télit vagy a nyárit? Hát, talán a télit. Engem nem visel meg, úgyhogy nekem aztán teljesen mindegy, hogy van-e óraátállítás, vagy nem. És nem gondolja, hogy felesleges évente kétszer állítgatni az órákat? De egyébként jó lenne, hogyha nem kellene állítgatni ide-oda. Úgyhogy... És melyiket tartaná előnyösebbnek, a téli vagy a nyárit? A nyárit. Igen, megvisel bennünket eléggé, az időseket is, de az állatokat is nagyon megviseli, ugyanis mielőtt dolgozni megyünk, meg kell őket etetni. És nem hajlandók felkelni még olyankor, mert ők az ő biológiai órájuk a naphoz van beállítva. És ön szerint melyik lenne előnyösebb, a téli vagy a nyári? Hát nekünk a téli. Az, amit megszoknak, a téli időszámítás az lenne az előnyösebb. Nem, hála Isten. Úgyhogy lehet, hogy egy-két napig az ember kicsit olyan kútyagos, meg mit tudom, mint talán fáj a feje, vagy valami ilyesmi, de úgy különben nem visel meg. És nem tartja egyébként feleslegesnek, hogy egy évben kétszer állítjuk az órákat? Hát ezt már régóta feleslegesnek tartják sokan, azt hiszem. Úgyhogy szó is volt, azt hiszem, arról, hogy ezt megszüntetik, de hát még eddig nem. És ön szerint melyik lenne előnyösebb, a téli vagy a nyári? Szerintem a téli, többet lehet aludni. Deák tér, Erzsébet tér és a buszmegálló környéke. Ezeken a területeken szemetelnek a legtöbbet a járókelők a megkérdezett kanizsaiak szerint. A helyiek úgy látják, főleg a fiatalok azok, akik nem vigyáznak a tisztaságra. Attól függ, hogy hol járunk, mert... vannak frekventált helyek, például ott a Deák téren, vagy az Ötvös téren, ott viszonylag tisztának tartom, csak a perem, tehát a külső város részt tartom. Külső város rész közül melyik az, amik úgy gondolja, hogy szemetesebb? Hát a Vásárcsarnok környéke. Mit gondol, az utcai kukáknak a mennyisége az elegendő a városban? Nekem az a bajom az utcaival, hogy elegendőnek tartom, csak azt nem tartom helyesnek, hogy nincs fedele. Tehát az eső, meg ilyen, az ugye teljesen eláztatja. Aki akar vigyázni a rendre, nem bánja azt, hogy egy pár lépéssel arrébb kell neki menni, és ott dobja el, vagy pedig berakja a táskájába, és hazaviszi. Most én szép tisztának találom, jelen pillanatban. És főleg, mikor nyílnek ezek a gyönyörű virágok. És szemetelés szempontjából mi a véleménye? Hát, néha van, de hát nem jellemző. És hol, melyik részeken gondolja azt, hogy van? Például itt a Deák térnél talán, ott a buszmegálló környékén. Na, de azért általában tiszta a város. Többször leültünk a tavasz folyamán itt a padokra pihenni, és látom, hogy ott hát a fiatalok felülnek a padra. Jó, még nem is az a nagy probléma, hanem ott elszórják a szemetüket, és hát én azt hiányolom. Egyébként máshol a város tisztának látom, de sajnos itt, ahol én is a legtöbbet, tehát erre sétálok, erre járok szinte napi szinten, itt ezt hiányolom nagyon, hogy itt nincs igazából rend, itt ezen a téren. Tehát itt nem a szemetesbe dobják be a gyerekek, vagy a fiatalok a szemetet, hanem körülötte bárhova. A városnak a többi részén elégedett? Hát még talán a buszmegállónál, ott is ugyanúgy a fiatalok, ahogy utaznak, várják a buszt, ott is nem éppen a szemetesbe dobják bele, hanem talán a váróterem, vagy tehát ott a kis váróba valahol ledobják, de hát még az úgy elmegy.
De én azért azt is egy kicsit tisztábban tartanám, tehát azért arra még jobban oda kéne. Tehát ahol igazából a közösségi tereknél, ahol sok ember megfordul, ott kéne igazából. Megmondom őszintén, én nem vagyok idevalósi, de én szerintem rendes, tiszta. Amára járok, én arra tisztának látom. Hát akkor nem gondoljuk, hogy szemetelnének az emberek? Nem, nem.